Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Több pénzt az egészségügybe. A Magyar Orvosi Kamara szerint nem garantálható a biztonságos betegellátás. Új képzések Pakson, együttműködik a Pécsi Tudományegyetem és a város önkormányzata. Hamarosan indul a strandszezon, kiváló és jó minőségűek Tolna megye természetes vizei. Kilépett a medréből a patak Értényben, 4 embert menekítettek ki a hatóságok. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Nem garantálható a biztonságos betegellátás a Magyar Orvosi Kamara szerint, úgy vélik már az önként vállalt túlmunka maximális kiaknázásával, a munkajogi szabályok rendszeres megsértésével sem tudják ezt biztosítani. Azt mondják, ismét a társadalmi rangsor végére csúszott az ágazati bérszint. A kamara hiába tárgyalt többször a finanszírozási problémákról, azt kormányzati döntés nem követte. Úgy vélik, sürgősen növelni kellene az egészségügyi ráfordításokat. Nem garantálható a biztonságos betegellátás a Magyar Orvosi Kamara szerint. Úgy vélik, már túlórákkal a munkajogi szabályok rendszeres megsértésével sem tudják ezt biztosítani. Azt mondják, az az egyik fő probléma, hogy nem kapnak elég pénzt a betegellátás finanszírozására, és nagyon alacsonyak a bérek is. A kamara úgy véli, az alapellátás jogi és pénzügyi elhanyagoltsága, a fogorvosok alacsony javadalmazása, rohamosan súlyosbodó népegészségügyi kockázat. Schranz Róbert, a Magyar Orvosi Kamara Tolna megyei területi szervezetének titkára azt mondja, az egészségügyi rendszer mai formája a végét járja. Alapvetően az a probléma, hogy az az összeg, amiben a betegellátás kerül Magyarországon, azt a biztosító, illetve a mögötte álló állam nem fedezi. Azaz valójában többe kerül az ellátás, mint amit kapunk érte. Ugyanez vonatkozik az ügyeleti ellátásra is. Ez elsősorban a kórházakban dolgozókra vonatkozik, ott emiatt olyan mértékű már a munkaerőhiány, hogy alig tudják ellátni a betegeket, mert a vezetőség nem tudja összeállítani az orvostímeket. Főleg a sürgősségi betegellátásban okoz ez nagy problémát, mondja Schranz Róbert. A helyzetet jól mutatja, hogy 280 szakorvos dolgozik a sürgősségi betegosztályokon országszerte, a szükséges 600 helyett. Schranz Róbert szerint jelentős béremeléssel lehetne enyhíteni a betegellátást már-már akadályozó szakorvos hiányon. Nagyon alacsony szinthez képest, mint egy 100%-os emelés már történt, és ezt kellene minimum megkétszerezni, és akkor lenne megfelelő. Szakemberek szerint ahhoz, hogy rendeződjenek a viszonyok, legalább nettó 1-1,5 milliós szakorvosi béreket kellene adni, továbbá a szakdolgozók bérét is rendezni kellene. Az érdekvédők már idén júliustól a szakdolgozóknak minimálisan 25%-os, míg a gazdasági műszakiak esetében 22%-os béremelést tartanának elégségesnek. Együttműködési megállapodást írt alá a Pécsi Tudományegyetem és Paksváros önkormányzata. A felek a jövőben közös pályázati projektek kidolgozásával együttesen járulnak hozzá a paksi telephelyen tervezett képzési programok bővítéséhez. A paksi önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy támogassa és előmozdítsa a város gazdasági érdekeivel és céljaival összhangban lévő egyetemi fejlesztések helyi megvalósítását. Ezért a Pécsi Tudományegyetemmel közös pályázati projektek kidolgozásával együttesen járulnak hozzá a paksi telephelyen tervezett képzési kutatási programok körének bővítéséhez. A felek a mai napon együttműködési megállapodást írtak alá. Mindenki előtt köztudott, hogy a Paks 2-es fejlesztés, beruházás milyen kellemes terheket ró a városra, mert azért ennek van nagyon sok előnye, amiből a város majd profitálni tud, de ezt csak úgy tudja megtenni a város, hogyha az alapokra is nagy hangsúlyt fektet, itt gondolok az oktatásra. A magunk részéről most, amit legsürgősebbnek tartunk, az, hogy az orosz nyelvi képzés és a kulturális érzékenyítés elkezdődjék, és a másik pedig, hogy a beruházásnak az egészségügyi peremfeltételei azok jöjjenek létre. Tehát ez lesz az első két dolog, amit szeretnénk minél előbb elkezdeni és megvalósítani, és természetesen nagyon örülök annak, hogy a lokalitásában legközelebb levő karunk, az pedig még ennél is közvetlenebb kapcsolatokat fog ápolni Paks városával.
A Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi, pedagógus képző és vidékfejlesztési karának kiemelt feladata, hogy működési területet társadalmi, kulturális, gazdasági fejlődését elősegítse, és centrumként szerepet vállaljon a térségi kohézió erősítésében. Emellett a társadalmi kihívásoknak elegetéve folyamatosan fejleszte képzési portfólióját, korszerű válaszokat, piacképes és jól hasznosítható tudást kínálva a térség és Tolna megye társadalmi, gazdasági kihívásaira. A továbbképzésekre, tanfolyamokra, tréningekre már nyár végétől lehet jelentkezni, pontosabban nyár végéig, mert ugye a határidő addig tart, már is egy forró drótos kapcsolat alakul, küldjük az infókat, adatokat, egyébként a KAR honlapján megtalálhatók ezek, de nyilván a paraméterek jussanak el mindenkihez, tehát a továbbképzésekre, tanfolyamokra, tréningekre, amelyeket az önkormányzat is támogathatónak tart, már nyár végéig lehet jelentkezni, az alap- és mesterképzésekre pedig, hát ezt majd még alaposan át kell gondolni az egyetemen meglévő rend alapján. Szekszárd testvér települési kapcsolatai azért működnek hosszú ideje különösen hatékonyan, mert az önkormányzat mellett a helyi civilek, az iskolák és a vállalkozások is profitálni tudnak azokból. Ezt Ács Rezső Szekszárd polgármestere mondta a város legutóbbi képviselőtestületi ülésén. A Tolnai megyeszékhelynek összesen 13 európai településsel van érvényes testvérvárosi szerződése. Sokat tanultunk, főleg mondjuk például a németektől, városüzemeltetésben, hulladékgazdálkodásban, vízgazdálkodásban, hát nem csak kulturális téren működünk együtt, hanem tetten érhető gazdasági hatása van. Bízom benne, hogy ezek a testvérvárosi kapcsolatok, miután a személyes viszony az jó valamennyi település polgármesterével vagy testületével, ezek a jövőben is majd dinamikusan fejlődnek, és több segítséget, vagy még fogunk legalább ennyi segítséget kapni tőlük, mint amit az elmúlt években kaptunk. Május közepére az előirányzott tavaszi vetést szinte mindenütt befejezték a gazdálkodók, de a tavalyihoz képest több mint 200 ezer hektárral kisebb területen. Míg tavaly 2 millió 160 ezer hektár volt a tavaszi vetésű szántóföldi növények területe, addig az Agrárgazdasági Kutatóintézet jelentése szerint ez idén már nem éri el a 2 millió hektárt. A falugazdászok felméréseire alapozott adatsorból kiderül, hogy idén az elmúlt évivel ellentétben ár- és belviszkárok nem nehezítették a tavaszi munkákat, az aszály azonban már az őszi vetések bokrosodását is veszélyeztette, és a tavaszi vetések beindulását is sokáig hátráltatta. A jelentés szerint helyenként a tavaszi fagy károsította a csonthéjas és az almavirágok egy részét, a május elejé csapadék pedig sok helyen az utolsó pillanatban érkezett. Alkalmasak a fürdésre Tolna megye természetes vizei. A legfrissebb vizsgálati eredményeket a napokban tette közzé a Tolna megyei kormányhivatal. A strandok üzemeltetői azt mondják, tiszta vízzel különféle fejlesztésekkel készülnek a hivatalosan június 15-től induló strandszezonra. Ez az érték még 200-nál kiváló, ez még 500-nál kiváló. Úgyhogy is itt 70 meg 77 van. Tehát ez akkor minimális. Minimális, így van, így van. Lehet mondani azt, hogy ivóvízűnőségű vize van a tónak, és ez 10 éve így van folyamatosan. Jelenleg 21 fokos és kristálytiszta a Szálkai tóvize, ami a vizsgálaton kiváló minősítést kapott a kormányhivatal népegészségügyi osztályától, mint ahogy ez hosszú évek óta így történik, mondja Páfi János, a strand üzemeltetője. Ezt folyamatosan tudjuk is tartani. Ez azért is lehet így tartani, mert ez átfolyó rendszerű víz, és ha netántán virágpor vagy valami a víz fölötte megjelenik, az fél napon belül átfolyik is letisztul. Úgyhogy itt az ANTS folyamatosan méri, és állandóan kiváló minőséget mértek. A Szálkai strandon javában zajlanak a munkálatok. A nagy esőzések miatt hatalmasra nőtt füvet is folyamatosan nyírják, hogy mire megkezdődik a strandszezon, rendezett területtel várják a fürödni, pihenni vágyókat. Évente 30-40 ezeren mártoznak meg a Szálkai tóban. Zuhógó eső és egy 135 millió forintos topforrásból felújított, padokkal, ivókutakkal, ledlámpákkal felszerelt, modernizált strand fogadott minket Faddomboriban. A település fejlesztési operatív program pályázatán elnyert összegből a központi strandon felújították a vizes blokkot a kisgyerekekre és a mozgáskorlátozott személyekre is gondolva. Továbbá strandröplabda pályát, felnőtt fitnessparkot hoztak létre, és letérkövezték a vízpartot.
A régi szabadstrandon pedig új játszóteret építettek, ám mindez hiába való lenne, ha nem lehetne fürdeni a vízben. A legújabb vizsgálatok szerint azonban Domboriban is alkalmas a víz a fürdésre, mondja Vusin Gábor, strandüzemeltető. Jelentem, hogy a vízünk kitűnő, 28-án kaptuk meg az ANTS vizsgálatát, és kiváló a vízminőségünk, de évek óta, hála Istennek, nagyon jó vízminőséggel dicsekedhetünk itt a dombori strandokon. A strandszezon június 15-én indul és augusztus 31-éig tart. Ezen időszakban a kormányhivatal népegészségügyi osztálya havonta ellenőrzi a vizek minőségét. Lassan megkezdődik a nyári táborok szezonja is. Tolna megyében a lovas, a nyelvi és a tematikus szerepjáték táborok a legnépszerűbbek. Egy egyhetes ottalvós pihenés nagyjából 50 ezer forintba kerül. Formán állnak a hengelek? Melyik a kényelmesebb? Egyre népszerűbbek a nyári lovastáborok. A Szedresi Lovasudvarházban június és július vége között 5 turnusban várják a gyerekeket. Az 5 napos táborok között lehet ottalvost és napközist is választani. Azok, akik az éjszakákat is itt töltik, 3 csillagos hotelben aludhatnak, és napi 4-szeri étkezést biztosítanak nekik. Emellett egész nap lovak közelében lehetnek és lovagolhatnak. Mindezt 52 ezer forintért. Minden nap lovagolnak. 1 óra hosszát a gyerekek, igaz, hogy megszakítva, fél-fél órát mennek kétszerre, egymás után mennek a gyerekek, tehát osztályba való lovaglás megy, és minden nap van sétakocsikázás, van egy pedagógus velük, aki folyamatos programokat, tehát egész napra le vannak foglalva a gyerekek. Which is the biggest big cat of all? Nyelvtáborba is egyre több gyerek megy nyaranta. A szekszárdi székhelyű Nyitott Világ Alapítvány 20 éve szervezi ilyeneket. A legfiatalabb táborozóik 7. osztályosok, a legidősebbek gimnazisták. Idén Vajtán tölthetnek el egy hetet. Ez idő alatt egész nap 1,5 órás foglalkozások során angol és német anyanyelvű pedagógusok képzik őket. Teljes ellátást, vagyis napi 3-szori étkezést kapnak. Ez 40 ezer forintba kerül. Úgy ragad rájuk, hogy észre se veszik. Meg olyanokat tudnak megtanulni a külföldiektől, amit talán így a magyar tanároktól nem annyira tudnak. A tematikus fiatalabb gyerekeknek szóló táborokat is sokan választják. A szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központba például 7-10 éves gyerekeket várnak. Augusztus végéig 7 tábort szerveznek. Lesz hercegnős, szuperhősös, alkotó és a régi mesterségeket bemutató is. A díj az 25 ezer forint per fő, ugye ez az 5 napra, hétfőtől péntekig, naponta 8 és 16 óra között, természetesen teljes ellátással. A legnagyobb oktatási portál szerint idén várhatóan összesen mintegy 215 ezer gyerek táborozik majd az ország különböző pontjain. Több órára lezárták a 64-es utat autóbaleset miatt. A baleset azért következett be, mert az egyik sofőr nem adott elsőbséget a főúton közlekedő autósnak. A balesetben a vétlen autóban ülő 48 éves mezőszilasi nő súlyosan, a sofőr, valamint a vétkes autót vezető 76 éves sárbogárdi férfi könnyebben sérültek. Az eset körülményeit a Tamási rendőrkapitányság vizsgálja. A 64-es főút 2-es kilométer szelvénye közelében történt a baleset, a 64-es főút Tolna megyei szakaszán. Egy 76 éves sárbogárdi férfi egy Peugeot típusú személygépkocsival közlekedett Simontornya irányából Igor irányába, és balra, Ozora irányába szeretett volna lekanyarodni, azonban nem adott elsőbséget a vele szemben Simontornya irányába haladó Opel Astra típusú személygépkocsi vezetőjének, csak 2 jármű összeütközött. 4 embert menekítettek ki házukból a hatóságok Értényben villámárvíz miatt. Az eset érdekessége, hogy a szomszédos Somogy megyében volt felhőszakadás, ami úgy megduzzasztotta a patakot, hogy az kilépett a medréből, és több lakóházat is veszélyeztetett. A Tamási rendőrkapitányság egyenruhásai a helyi lakosok és a katasztrófa védők segítségével egy traktorral bejutottak a veszélyeztetett területre, ahonnan 4 szemét, köztük egy gyermeket, egy várandós és egy idős asszonyt mentettek ki, majd kísértek biztonságos helyre. Az elszállásolásukról a polgármester gondoskodott. Nagy mennyiségű csapadék hullott le Értény térségében a jégveremi ároknak a Somogy megyei vízgyűjtő területén, és ezért a folyó kilépett a medréből, és elzárta a Szabadság utcai ingatlanokat a településtől. A káresethez a Tamási önkéntes tűzoltók, illetve a Tamási önkormányzati tűzoltók 2 gépjármű fecskendővel vonultak, és egy erőgép segítségével megközelítették az ingatlanokat, ahonnét 4 személyt hoztak ki. Lakosságvédelmi intézkedés keretében ezeket a személyeket rokonoknál, illetve ismerősöknél helyezték el.
Egy tűzvédelmi gyakorlaton mutatták be a Siagárdi általános iskolásoknak a tűzoltók munkáját. A településen fontosnak tartják, hogy a gyerekek időben megtanulják, mit kell tenniük vészhelyzetben. Hatalmas lángokkal égett ez a farakás Siagárdon. Azonban ez csak egy gyakorlat volt a tűzoltói munka bemutatására. A tűzoltókat egy általános iskolás diák riasztotta, a lánglovagok pedig pillanatok alatt ott termettek és eloltották az égő farakást. A gyerekek azt mondták, megijesztette őket a látvány. Egy picit ijesztő volt, hogy pont itt a gárdon történt ez. A település polgármestere szerint azért volt fontos ez a tűzszimuláció, hogy a gyerekek már általános iskolás korban megtanulják, hogy vészhelyzetben kihez forduljanak, valamint tudják, mit kell mondani egy adott szervezet diszpécserének. És még kiérnek a tűzoltók, mit lehet tenni a tűzoltása érdekében. A legfontosabb az, hogy minél előbb megtanulják azt, hogyha a tüzet észlelnek, kell értesíteni a hivatalos hatóságot, itt éppen a katasztrófa védelmet. Minél előbb van a riasztás, ugye annál előbb meg lehet állítani azt a problémát, és akkor ezért minél előbb meg is tanulják a gyerekek, ezért volt ez a mai bemutató is szervezve nekik. Fontos, hogy a bajt időben felismerjék a fiatalok is maguk körül, és gondoskodni tudjanak annak megelőzéséről a megfelelő szervezet értesítésével. Elbúcsúzott a bajnok Ferencváros labdarúgó csapatától, és visszatér Paksra Böde Dániel. Ez a hír már hetekkel ezelőtt felröppent, de most hivatalossá vált. A csatára több játék lehetőség és az újbóli válogatottság reményében tér vissza korábbi klubjához. A 32 éves támadó 2012-ben szerződött a fővárosi klubhoz, amelynek színeiben 7 év alatt 200 bajnokin 89 gólt szerzett. A Ferencvárossal kétszer nyert bajnoki címet, valamint háromszor hódított el a Magyar Kupát. A 2015-16-os idényben az élvonal gólkirálya volt. Regionális híreinkkel folytatjuk. Baranya gazdaságának napja, összefogással fejlődhet a megye a szakértő szerint. Bizonytalansággal zárult az évad, támogatókra vár a pécsi harmadik színház. Sporttörténelmi siker, Európa-bajnoki címekkel tértek haza a pécsi aerobikosok. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara küldött gyűlése minden év júniusának első szerdáját Baranya gazdaságának napjává nyilvánította. Ezen a napon szakmai, társadalmi és üzleti rendezvényeken foglalkoznak a megye gazdasági folyamataival, helyzetével és a vállalkozások versenyképességével. Az Iparkamara pécsi székházában a szakmai értékelések mellett köszöntötték a több évtizede működő helyi vállalkozásokat is. Érkeznek a vendégek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarába. Június első szerdáján rendezik meg már harmadik éve a Baranya gazdaságának napját. A Parcium, Arad, Temesvár, Felvidék vagy Horvátország térségei javítottak az EU-s rangsorokon, nem úgy, mint Baranya megye, amely egyelőre egy helyben topog, mondja a helyi iparkamara elnöke. Megvizsgáltuk azt, hogy a fejlődő térségek, ezek a fejlődő Kárpát-medencei térségek hogyan tudtak ilyen gyorsan fejlődni, és azt láttuk, hogy egy nagyon komoly összefogás alakult ki a tudományos szféra, az önkormányzatok és a kamara, a gazdaság között. Ez volt az alapja mindennek. Ezzel az összefogással viszont nagyon vonzó partnere is lettek az államigazgatásnak, az adott állam vezetésének, hiszen nagy valószínűséggel az odajutatott források komolyan tudtak hasznosulni és fejlődést indukálni. Nos, szerintem mi tesszünkben pont ezt kéne megteremteni, ezen dolgozzunk, hogy ez az összefogás, ez a koordináció, ez kialakuljon, ez mindennek az alapja. Ilyen összefogást kell kialakítani megyénkben is, hogy fejlődjön a gazdaság, mondja az iparkamara elnöke. Az értékelések és előadások mellett Baranya gazdaságának napján elismeréseket kaptak azok a vállalkozások, amelyek több évtizede működnek a megyében. Bizonytalanság veszi körül a pécsi harmadik színház szeptembertől induló új évadát, oka a források beszűkülése. A teátrumnál hatalmas érvágást jelent, hogy a társasági adókból nem kaphat támogatást. Most a kiírt pályázatokban reménykednek, de egyelőre nem hirdettek új programot szeptembertől. Nem tud még műsort hirdetni az új évadra szeptembertől a pécsi harmadik színház. A bizonytalanság oka az anyagi helyzet, hangzott el az évadzáró társulati ülésükön szerdán. Nem született az a kormányzati döntés, hogy a színházak TAO támogatását megszünteti. Most ez óriási
problémát okozott. A nézőszám alapján 34 millió forintra voltak jogosultak a TAO-ból. Ebből 14 milliót kaptak csak meg, a többit már nem fogják. A minisztérium pályázatukat hirdetett a kieső társasági adóból fizetett források pótlására. A pályázatokról 30 napon belül döntenek. Már most május végén 6 pályázatot adtunk eddig be. Ezek között van saját bemutató, van vendégjáték, van program. Tehát várjuk azt, hogy akkor, hogyha május végén beadtuk, akkor talán június végén tisztulni fog a kép, de még vannak pályázataink, amelyek most vannak születőben, akkor fogjuk látni azt, hogy mit válaszunk, milyen évadot, mit hirdessünk meg. Több kategóriában lehet pályázni, ezekben reménykedik a Pécsi harmadik színház. Jelenleg kiemelt színházi minősítése miatt havi 5 millió forint támogatást kap az államtól. Ezen kívül csak a jegybevételek folynak be a kasszájukba. A pályázatokon kívül támogatókat keresnek. Jelenleg a megyei cégeket, vállalatokat keresik fel. A Környezetvédelmi Világnap alkalmából nyílt kiállítása a Pécsi Széchenyi téren. A tárlat célja, hogy bemutassa, milyen hatással van az életmódunk a környezetre, illetve hogyan tudnánk környezettudatosabban élni. Tudatos élelmiszerfogyasztás, csökkentett energiafelhasználás, szelektív hulladékgyűjtés. Többek között ilyen témákat is feldolgoz az a kiállítás, melyet az Ökováros Ökorégió Alapítvány szervez. A Széchenyi téren péntek délutánig látogatható a tárlat, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet arra, mit tehetünk környezetünk védelméért. A fő téma az ökolábnyom. Ez segít abban, hogy meghatározzuk, mekkora a térigényünk. Ma a 7,7 milliárd népességnél ez fejenként 1,7 hektár jutna. Hát mi magyarok ezt azért jóval meghaladjuk, és ezt mindenki a saját életmódjához viszonyítva ki tudja számolni, lehetőség van erre, illetve igyekszünk praktikus tanácsokat adni, ami könnyen átvehető, ezért is választottuk azt a címet ennek a programnak, hogy Kattanj zöldre, hiszen szinte csak át kell kattintanunk az agyunkat. A kiállítás 5 állomásán keresztül a mindennapi rutinba beépíthető apró változtatásokat mutatják be. Például a csomagoló anyagok elhagyását, a kerékpárral való közlekedést, vagy a kevesebb ruhavásárlást. A tárlat egyébként a Környezetvédelmi Világnap alkalmából nyílt meg, amit 1972 óta ünnepelnek világszerte. Ugyan még a minszki Európa játékok vissza van, de a pécsi sportiskola aerobikosai már így is sporttörténelmi sikert értek el. 2 világkupa során 5 arany és 1 ezüstérem a mérlegük, és a bakui Európa bajnokságon is jól szerepeltek. Volt egy kis pihenő, de már újra a teremben vannak a PSN ZRT sportiskola aerobikosai. Mazács Fanni a portugál és a japán világkupán 2-2 aranyérmet szerzett, Bakuban pedig 2 Európa bajnoki címmel gazdagodott. Tavaly készült el mind a 2 gyakorlat, és azt gondolom, hogy ezek a gyakorlatok beértek idénre. Tehát idén nem változtattunk, hanem ezeken csiszoltunk, kicsi alakítások voltak, és ezek nagyon-nagyon jól beváltak idén. A partnerségek és a szinkronitás is minden sokat tudott fejlődni, úgyhogy ebben lehetett. Bali Dániel Portugáliában 3 aranyérmet szerzett, Japánban pedig a 2 első hely mellé egy második is becsúszott. Dani ugyanis egyéniben pont azonossággal végzett az első helyen, de a szabályok értelmében, mivel 0,5 század ponttal kevesebb kiviteli részpontszámot ért el, így az ezüstérmet akasztották a nyakába. A bakui Európa-bajnokságról azonban ő is 2 bajnoki címmel tért haza. És az Európa-bajnokság után kaptunk egy pár nap pihenőt, aztán most 3 hetünk van még a végleges állapotára csiszolni a páros gyakorlatunkat az Európa játékokra, ami a páros szempontjából a legfontosabb versenyünk lesz az idén. Varga Réfi Eszter szakosztályvezető maximálisan elégedett a sportolók eredményeivel, holott a felkészülést több sérülés is hátráltatta. Bali Dani egyéniben nem tudott részt venni címvédőként a versenyen úgy, hogy azért világkupa érmeket hozott, aranyat, ezüstöt. Igazából őt nagyon sok sérülés, betegség hátráltatta, és pontosan a közös szakmai munka miatt döntöttünk úgy, hogy az egyéni lesz az, amit nem csinál, illetve az a gyakorlat azért jóval nehezebb a többinél, és sokkal több energiabefektetést igényel tőle, amit a sérülések már nem engedtek, tehát a felkészülés nem volt görbülékeny ilyen szempontból. A trió és a páros szempontjából azt gondolom, hogy nagy panaszra nincsen okunk, mert az Dani sérüléseivel is képes volt megfelelően végrehajtani.
Fanninak és Daninak még egy versenye lesz Minskben, a második Európa játékok, mely június 21-én kezdődik, és amelyen 15 sportág 199 versenyszámában hirdetnek győztest. Magyarország csaknem 130 sportolót indít 14 sportágban, egyedül strandlabdarúgásban nem lesz magyar. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Több pénzt az egészségügybe, a Magyar Orvosi Kamara szerint nem garantálható a biztonságos betegellátás. Új képzések Pakson, együttműködik a Pécsi Tudományegyetem és a város önkormányzata. Hamarosan indul a strandszezon, kiváló és jó minőségűek Tolna megye természetes vizei. Kilépett a medréből a patak Értényben, 4 embert menekítettek ki a hatóságok. Pénteken nagyrészt napos, száraz idő lesz jellemző, eső nem valószínű, a legmelegebb órákban 30 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!